Ezekben a hetekben újjászületik a 44-16-os jelű út Óföldeák és Maroslele között húzódó, közel 4 kilométer hosszú szakasza. Televíziónk Hunkó Józsefet, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Csongrád-Csanád vármegyei igazgatóját kereste meg a témában, aki elmondta. Egy Európai Uniós pályázati forrásnak köszönhető, hogy meg tudják valósítani a beruházást. A 44-16-os jelű Óföldeák Maroslele összekötő út érintett 3,9 km hosszú szakasza Európai Uniós forrásból a településfejlesztési operatív program keretében újul meg. A kivitelezés költsége bruttó 538 millió forint. Megtörténik a meglévő burkolat profilmarása, lokális pályaszerkezet csere történik, ahol szükséges. Ezt követően két új aszfaltréteg épül, egy kiegyenlítő és egy kopóréteg. A kopórétegre tartós útburkolati jeleket festenek, kicserélik a jelzőtáblákat, valamint megvalósul az árok és patkarendezés is. A szakember rávilágított, április 3-án adták át a munkaterületet a kivitelezőnek, a műszaki átadás átvételi eljárás lezárásának határideje pedig ez év augusztus 2-a. Drimba Tibor Maroslele polgármesteres tábunknak az útfelújítás kapcsán elmondta, a faluban, valamint az Óföldeákon és a Földeákon élő polgárok régi vágya volt már, hogy elfogadható állapotba kerüljön a szóban forgó szakasz. Itt az autópálya megépítésével és a maroslelei lehajtó kialakításával egy új lehetőség nyílt meg a három településen élők számára, hogy rövidebb idő alatt bejussanak akár Szegedre dolgozni, és hát nyilván ez nem csak saját gépjárművel történő közlekedést jelent, hanem a közlekedési társaságnak a megjelenését is. Kértük is a segítségét a Volán ZRT-nek, hogy sűrűbb járatot indítsanak, hiszen több műszakos rendbe is el tudtak helyezkedni ezáltal a településen élők. Érthető volt a Volán ZRT részéről is, hogy az út állapota azért némi nemű aggályokat is vetett fel, hiszen olyan kátyús volt már ez az útszakasz, hogy a közlekedés az azon túl, hogy talán nem is volt biztonságos, de az autókba is és a közlekedési eszközökbe is én úgy gondolom, hogy majdhogy nem már kárt okozott. A polgármester hozzátette, hálásak a Magyar Közút munkájáért, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter országgyűlési képviselő közbenjárásáért. Simon és Inkó Erika óföldeáki polgármester a témával kapcsolatosan elmondta, a helyiek jelentős százaléka profitálhat majd a korszerűsítésből. Mindannyian nagyon-nagyon örömmel vártuk és fogadjuk ezt az előrelépést, ezt a fejlődést, és mindannyiunk életére ez ugye pozitív hatást gyakorol. Nyilván pici a település, minden lakosnak igazából szüksége van arra, hogy ingázzon, akár a munkahely, akár az iskola, akár az óvodáról beszélünk, ugye mindenkinek el kell hagyni a települést ahhoz, hogy a mindennapi életét zökkenőmentesen tudja élni, és gyakorlatilag nem mindegy volt, hogy milyen irányba és milyen úton tudunk elindulni. Az utolsó szóban forgó 3,9 kilométeres szakasz rendbetételével a 44-16-os jelű út teljes hosszában újjászületik, hiszen 2021-ben a Földeák és Óföldeák közti részt modernizálták, 2022-ben pedig az M43-as autópálya és Maroslele közti hibákat javították ki az illetékesek. A kivitelező ezekben a napokban is dolgozik a munkaterületen, így minden arra közlekedő türelmét kérik, valamint azt, hogy körültekintően, elővigyázatosan, a sebességet gondosan megválasztva haladjanak az érintett pontokon.